Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az utóbbi időszakban több botrányos fejlemény miatt is reflektorfénybe kerültek az állam különböző ellenőrző szervezetei. A pénzügyi felügyelet elfogadhatatlan színvonalú munkájára például a broker botrányok irányították rá a figyelmet, az adóhivatal pedig éppen az ÁSZ ellenőrzése miatt került reflektorfénybe. A hazai ellenőrző rendszerek, például a pénzpiaci felügyelet, a fogyasztóvédelem, a munkaügyi hatóság vagy az adóellenőrzés nem végzik elfogadhatóan a munkájukat. Sürgős tartalmi átalakulásra lenne szükség, mert az Európai Uniós tagságunk a globalizáció és a technológia szakadatlan fejlődése miatt is új kihívás elé került az állami ellenőrzés. Olyan szereplők jelentek meg a piacon, akik nyugaton már kipróbált, de idehaza többnyire ismeretlen ügyeskedési módszereket alkalmaznak, igazi kihívás elé állítva az állami ellenőrzést. De úgy tűnik, hogy az állami számvevőszék előtt messze a legnagyobb kihívás a politikai ügyeskedés és a kormányzat által központilag szervezett klientúra építési láz. Ha figyelembe vesszük azt, hogy Matolcsy György 340 milliárd forintot szórt ki az MNB-ből, miközben az ÁSZ vizsgálója a helyszínen voltak, és hogy az MNB 1,8 milliárd forintot csatornázott át a századvég alapítványnak, akkor rögtön érthetőbbé válik, hogy miről is beszélünk. Az ÁSZ működését addig nem lehet komolyan venni, amíg Vida Ildikó, a NAV elnöke önmagát vizsgálhatja, amíg az illetékes minisztérium mentegeti a roma önkormányzat pénzszórását, amíg a miniszterelnök veje sorra nyeri a gyanús pályázatokat. Vagy ott van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, amelyről a minap sajtó szellőztette meg, hogy egy 2012-ben kétszemélyesként indult könyvvizsgáló KFT vizsgál úgy több tucat MNB-s céget, hogy a piacról emellett alig kap megbízást. Nem a kifogásokat és a habonyművek legújabb PR manővereit várják a kormánytól az emberek, hanem az azonnali lépéseket. Az offshore ügyeskedés felszámolását, a politikusok és családtagjaik vagyonosodásának folyamatos vizsgálatát, a láncolatos áfacsalások felderítését, uniós pályázatoknál a valódi versenyt. Ezeket az LMP mind-mind javasolta, és ezeket a kormánypártok sorra leszavazták. Az LMP többek között azonnal leállítaná az olyan felesleges beruházásokat, mint a stadionépítések, hatalmas pénzek mennek veszendőbe a közmédiának, csúfolt pártmédiánál, és az élsporthoz folyó TAO támogatások formájában. Az ÁSZ szintén képtelennek bizonyult a pártok kampánypénzeinek az ellenőrzésére. A Transparency International tavaly júniusban kérte ugyanaz ÁSZ-t, hogy a beszámolókat vessék össze a valósággal, de csak azt a választ kapták, hogy a számvevőszék ellenőrzési hatásköre kötött, és csak a törvényben meghatározott keretek között vizsgálódhatnak. Az ÁSZ idén márciusban közzétett jelentése szerint végül arra a következtetésre jutott, hogy a parlamenti pártok, hogy a parlamenti mandátumot szerzett pártok kampánytevékenységre fordított összes kiadásai nem haladták meg a törvényben rögzített értékhatárt. A civilek ezt az esetlen magyarázatot nem fogadták el, és a kampány törvény bukásáról beszéltek. A korrupció ellen küzdő civil szervezetek a mai napig állítják, hogy a Fidesz a tavalyi választási kampányára nagyjából négyszer nagyobb összeget fordított, mint amennyit a hatályos jogszabályok lehetővé tennének. Amíg az állami számvevőszék nem nyeri vissza valódi függetlenségét, addig napestig sorolhatjuk ezeket a kormányzati indítatású pénzszórási módszereket, érdemben semmi sem fog változni. Köszönöm a figyelmet!